Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 266. epizódja! Az időpont 1931. január 6-a, a helyszín Anglia, Northumberland megye, Adderburn település. Adderburn egy kis falu, 50 kilométerre Newcastle-től, a Reed folyó mellékfolyója, a 9 kilométernyi hosszú Adderburn mellett található, mely kis folyóról a település a nevét kapta. Adörbörn egy aprócska község, az 1930-as években néhány százan éltek ott, ez napjainkra sem változott, egy 2011-es felmérés szerint a lakosság alig 700 főből áll. A településen csupán egyetlen élelmiszer volt üzemel, két szálloda, egy gyapjúmalom, egy Adörbörn Mill nevű múzeum, illetve egy kis kávézó azon az 1931-es fagyos januári estén egy Cecil Johnston nevű buszvezető éppen hazafelé tartott járművével egy elhagyatott lápvidéki úton, Kirkwellpington és Adderburn között a területet a helyiek Wolf ismerik. Cecil gondtalanul kanyargott autójával a dombvidék útjain, amikor az útszélén egyszer csak egy hatalmas tüzet pillantott meg este fél kilenc körül. Cecil azonnal lefékezett és kipattant gépjárművéből, hogy utána járjon, vajon mi lehet a forrása a hatalmas útszéli lángoknak. Ahogy közelebb ért a tűzhöz, egészen megdöbbent. Egy kocsi lángolt az avaron, és Cecil azonnal felismerte, hogy a gépjármű az ő munkadójának, Mr. G.G. Fosternek a tulajdona. Néhány másodperccel később újabb rémisztő felismerés érte. A lángoló kocsi mellett ott hevert Mr. G.G. Foster lánya, Evelyn Foster. A lány súlyos égési sérüléseket szenvedett, és összefüggéstelenül beszélt. Megtámadott. Bántott az az átkozott. Mindenhol égek. Meg fogok halni. Meggyilkolt. Cecil Johnston első megdöbbenésén felülkerekedve azonnal felnyalábolt a szerencsétlen nevelint, az autójába tette, majd száguldani kezdett az Adornburn-ben található ház felé. Ezzel a jelenettel kezdődött egy hírhet angliai bűnügy, amelyet napjainkban is rengeteg kérdőjel és rejtély övez. Egy fiatal lány, egy titózatos férfi, szóbeszédek, plegykák és dilettáns rendőrségi nyomozás. Hogy mi történt pontosan azon az 1931 januári éjszakán? Tartsatok velem, és ismerkedjünk meg Wolfsnek és Evelyn Foster rejtéjével. Evelyn Foster 1902-ben született Adderburnben egy igen tehetős család gyermekeként, legalábbis a korszakot és a kisebb falvak helyzetét tekintve az átlagosnál jobb anyagi körülmények között élt a Foster család. Evelyn anyja háztartásbeli volt, míg apja Gigi Foster az Adderburni autószerviz tulajdonosaként tevékenykedett és meglehetősen kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezett. A lánynak két testvére volt, Dorothy és Margaret. Evelyn iskolai tanulmányai után tanárként kezdett dolgozni, és az Adderburni kórus tagja lett. Népszerű lány volt, akinek mindenkihez volt egy kedves szava, az Adderburniek szerették, Evelyn minden korosztályjal megértette a közös hangot. Történt azonban, hogy Evelyn egyre inkább másra vágyott, mint a tanítás. Úgymond önálló akart lenni, és egy egészen más karriert szeretett volna befutni. Apjának köszönhetően rendkívüli módon érdekelték a gépjárművek, egy idő után pedig megfogalmazódott benne egy lehetséges vállalkozás ötlete taxizni akart. Az elhatározás egyre jobban érlelődött benne, még egy napon apja elé állt, és megosztotta vele a taxis vállalkozásának terveit. A család először meghökkent, ám hosszas beszélgetések után végül támogatni kezdték Evelint olyannyira, hogy Gigi Foster személyesen vásárolt lányának egy TN 8135-ös rendszámú kocsit, hogy a lány elindíthassa hőnáhított taxis vállalkozását. Evelin pedig így is tett. Hirdetni kezdte magát Northumberlandben, és hamarosan ismert taxissá vált Adderburn, Newcastle és a környező települések körében, a lány majd a hét minden napján fuvarozott embereket a régióban. Ez természetesen azokban az időkben igencsak szokatlan volt, hiszen az akkori emberek úgy gondolták, egy nő fő céljainak a főzés, takarítás és a gyermekszülés kellene, hogy legyen. Az 1930-as években egyenesen polgárpukkasztásnak hathatott, hogy egy lány saját vállalkozást indít, vannak céljai a karrierjét illetően. Ráadásul 1931-re Evelyn 28 éves lett, és nem volt férje, sőt egyetlen gyermekesem. Képzelhetjük, mit érzett néhány bigott Adderburni Evelyn életmódjával kapcsolatban. Emiatt plegykák is kezdtek terjengeni a lányról, és néhány Adderbörni lakos rosszallását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Evelyn a hogy asszonyi kötelezettségeit teljesíteni, megházasodna és gyerekeket szülne, egy saját taxis vállalkozást üzemeltet. Evelyn azonban nem foglalkozott rossz indulatú szóbeszédekkel. Tette a dolgát, amit nagyon élvezett, és rengeteg fuvarja volt, főleg férfiak vették igénybe taxis szolgáltatásait, akiknek imponált, hogy a taxisofőrük nem egy mogorva, szőrös férfi, hanem egy csinos, fiatal lány. Így teltek Evelyn mindennapjai, amikor eljött 1931. január 6-a, és Cecil Johnston megtalálta Evelyn lángokban álló taxiját, mellette pedig a súlyosan megégett, félrebeszélő, haldokló Evelyn Fosztert. Evelyn Foster 1931. január 6-án este 7 órakor ért haza, ám közölte édesanyjával, hogy még el kell szaladnia, mert lesz még egy fuvarja. Ilyen későn döbbent meg az édesanya, ugyanis a család megbeszélte a lányal, hogy este hét után nem fog fuvart vállalni. Evelyn elmagyarázta édesanyjának, hogy aznap három utast vitt Rochesterbe, majd amikor visszafelé tartott Adderburnbe, Elisó településen a Percy Arms Hotelnél egy férfi leintette és megkérte, hogy aznap este vigye el a Newcastle közelében lévő Pantolent településre. Evelyn tudta, hogy ha vállalja a fuvart, akkor nem fog végezni 7 órára, ám az ismeretlen férfi rendkívül tisztességesnek látszott, és valódi úriemberként viselkedett. A lány úgy döntött, ezúttal kivételt tesz, ezért közölte a férfival, hogy szívesen elviszi az említett településre. Megbeszélték, hogy este fél nyolckor veszi fel a férfit Evelyn a Percy Arms Hotelnél, ezután a lány hazahajtott, hogy közölje az édesanyjával, lesz még egy fuvarja, de ne aggódjon, nem sokára visszajön. Újfent megnyugtatta az anyját, hogy az ismeretlen ügyfél kimondottan korrektnek tűnik, egész biztosan nem lesz semmi baj. Ezután elbúcsúzott édesanyjától, beült a taxiába, és Elisó felé hajtott, hogy felvegye a hotelnál az ügyfelét. Édesanyja akkor látta legközelebb Evelint, amikor Cecil Johnston égési sérülésektől haldokolva hazavitte. A Foster család azonnal pánikba esett, befektették szobájába az égettestű testű Evelint, majd azonnal értesítették a rendőrséget és a mentőket. Evelyn Foster súlyos sebei ellenére még élt és magánál volt. Eleinte úgy tűnt összefüggéstelenül beszél, ám az őt hallgató család és a hatóságok előtt Evelyn elmeséléséből hamarosan kiviláglott, hogy a lányt egy brutális támadás érte Wolfsnek Dombos Lápos vidékén. A haldokló Evelyn Foster egy elképesztő történetet mesélt el szüleinek és a rendőrségnek a szobájában, égési sebeitől megkínzottan. Evelyn elmondta, hogy eleinte semmi probléma sem volt. A megbeszélt időpontban a férfi ott várta a Percy Arms Hotel előtt, az illető körülbelül 25-26 éves lehetett, 170 cm magas, tányszájndi akcentussal beszélt, borotvált arca volt, sötét tweed öltönyt, kalapot, sálat, kesztyűt és kabátot viselt. A férfi beszállt a kocsiba, és Evelyn elindult Pantolent felé. Útközben semleges témákról beszélgettek, és amikor Evelyn keresztülhajtott a Pantolenttől 8 kilométerre lévő Belszi falun, az utas egyszer csak megkérte a lányt, az forduljon vissza, mert a férfi valamit az Elisói hotelben hagyott. Evelyn azonnal megfordult, ekkor a férfi pedig váratlanul rátámadt. Arcon ütötte, a lány ettől elkábult, a támadó pedig megpróbálta átvenni tőle a kormányt. Evelyn igyekezett küzdeni, ám a férfi erősebb volt, és sikerült átvennie az uralmat a volán felett. Ekkor Wolfsnekhez értek. A tébolyodott utas félrerántotta a kormányt, a gépjármű pedig az útmenti bozótosba gurult. A félelemtől bénult Evelint az utas ezután a hátsó ülésre ráncigálta, majd brutálisan megerőszakolta, miközben folyamatosan ütlegelte szerencsétlen lányt. Evelin elmondta, hogy valószínűleg ekkor elveszthette az eszméletét, mert semmi másra nem emlékszik már, csak arra, hogy forró körülötte a levegő. Hirtelen egy hangos robbanás térítette magához. Ekkor bágyattan nézett körül támadója eltűnt, ő pedig ott hevert az autó hátsó ülésén, körülötte pedig lángnyelvek csapdostak. Evelynbe villámként hasított a felismerés. A férfi felgyújtotta a kocsit. A lánynak nagy kínlódva sikerült kijutnia az égő gépjárműből, ám tovább már nem jutott. Kiterült a fűben. Evelyn erről így számolt be. Mindenütt égtem. Nem tudom, hogy jutottam ki az autóból. Csak arra emlékszem, hogy a földön fekszem és a füvet nyalogatom. Szomjas voltam. Nem sokkal ezután talált rá az éppen arra járó Cecil Johnston. Evelyn Foster másnap reggel belehalt szörnyű sebeibe, utolsó szava állítólag a következő volt. Meggyilkoltak! Ilyen tragikus módon hunyt el Evelyn Foster, és egyszerűen senki sem értette, ugyan kinek és miért állt volna érdekében, hogy ilyen brutálisan elbánjon szegény taxislányjal. A rejtélyek csak fokozódtak, miután a Northamberlandi hatóságok belevágtak a titokzatos bűnügy kivizsgálásába. A New Chronicle brit napilap a következő címmel jelentetett meg egy cikket 1931. január 8-án. Rejtélyes idegen támadta meg az autós lányt. Evelyn Foster halála érthető módon felzaklatta a környékbeli települések, főleg Adderburn lakosságát. Még ha terjengtek is plegykák róla, a lány népszerű volt a lakosság körében, apja pedig egy köztiszteletben álló ember volt. Ugyan kitehetett ilyet a férfi lányával. Az Adderburniek bíztak abban, hogy a hatóságok minél hamarabb kézre kerítik Evelyn gyilkosát. Azonban a rendőrség erről néhány nap múlva egészen másként gondolkodott, ugyanis már a nyomozás elején kételkedni kezdtek abban, hogy gyilkosság történt. A nyomozást vezető James Fullerton kapitány és emberei hiába kérdezték ki Elishaw, Adderburn és a régió falvainak a lakosait, senki sem számolt be arról, hogy január 6-án láttak volna egy idegen férfit a területen. A Percy Arms Hotel alkalmazottai pedig nem emlékeztek arra, hogy a vendégek között lett volna egy olyan külsejű férfi, mint akiről Evelyn számolt be halálos ágyán. Néhány szemtanú azt is elmondta, hogy látták aznap este Evelyn taxiát, de a lány egyedül ült a kocsiban. Maga Evelyn szülei is elismerték, hogy ők sem látták a titokzatos utast. Tehát a tweedöltönyös, kalapos férfiról Evelinen kívül senki sem számolt be. Még nagyobb lett a bizonytalanság, amikor egy Stuart McDonald nevű professzor megvizsgálta Evelyn testét. A szakértő azt állította, hogy a holtesten az égési sérüléseken kívül nem talált bántalmazásra vagy nemi erőszakra utaló jelet, tehát nincs arra bizonyíték, hogy a lányt valaki tényleg bántalmazta volna. A helyszínen is találtak a hatóságok furcsaságokat, ugyanis a rendőrök nem voltak biztosak abban, hogy a kocsi egész pontosan mikor gyulladt ki, és hogyan terjedtek a lángok. A szakértők éget hangát, cserjést csak az úttól távolabb találtak, ott, ahol az autó kigyulladt, közvetlenül az út mellett viszont nem voltak égési nyomok felfedezhetőek. Viszont emellett a hatóságok találtak az autó közvetlen közelében egy férfi sálat és egy pár kesztyűt, de azt nem tudták megállapítani, hogy Evelyn állítólagos támadója, vagy valaki más hagyta- -e ott azokat. Mr. P.M. Dubs a halott kém kijelentette, hogy öngyilkosság egész biztosan nem történt, így két lehetőség maradt. Vagy igaz Evelyn Foster vallomása egy ismeretlen férfiról és gyilkosság történt, vagy Evelyn mindenkit félrevezetett és egy biztosítási csalás történt, a lány fel akarta gyújtani az autót, hogy pénzt kapjon a biztosítótól, ám valami balulsült el és véletlenül ő is lángra kapott, ezzel saját halálát okozva. Érthető módon ez a feltételezés rendkívül felkavarta egész Norfenbörlendet. Vajon mi történt Evelyn Fosterrel azon az éjszakán? Gyilkosság vagy biztosítási csalás? a hatóságok szkepticizmusa ellenére az ügy miatt összehívott eskütszék tagjai, akik jól ismerték Evelint és a Foster családot, két órányi tanakodás után az alábbi döntést hozták meg. Szerintük egyértelműen ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosság történt. Azonban a rendőrség ezzel mit sem törődött, és James Fullerton kapitány nem sokkal Evelyn halála után példátlan bejelentést tett. Szerinte az Evelyn által leírt tweetzakós férfi egész egyszerűen nem létezik. Az egész történetet Evelyn találta ki, és a kocsit a taxislány gyújtotta fel biztosítási pénz reményében, ám ez alatt ő is halálosan megsérült egy helyi lapnak adott interjújában elmondta, ez nem példátlan eset, ugyanis két évvel korábban, 1929. novemberében Németországban egy Kurt Tetzner nevű férfi már megpróbálkozott hasonlóval, 1930-ban pedig Angliában egy Alfred Roos nevű alak szintén hasonló módon gyújtotta fel a kocsiját a biztosítási pénzért, és hogy megrendezze a saját halálát. Mindkét ügyről készítettem már videót, a csatornámon megtekinthetőek. Fullerton kapitány bejelentette, biztos abban, hogy Evelyn Fostert nem gyilkolták meg. A lány saját maga okozta a halálát. Természetesen a Foster család felháborodott a rendőrség léha hozzáállásán, Gigi Foster pedig élesen bírálta a hatóságok munkáját, még az akkori belügyminiszternek, John Robert Kleinsnak is írt egy dühös hangvételű levelet. A férfi leírta, hogy a rendőrség elképesztően dilettáns és trehány munkát végzett. A kiégett autót órákig felügyelet nélkül hagyták az eset után, és nem vettek új lenyomat mintákat sem. Emellett az autó körül fellelhető cipő lenyomatokat sem ellenőrizték. Azt is szóvá tette, hogy a kiégett kocsinak nyitva volt a hátsó ajtaja, ahol Evelyn kimászott, de a vezető ülés felőli is, tehát valaki kiszállt az autóból azon az ajtón. Cecil Johnston, aki megtalálta Evelint, megerősítette, hogy mindkét ajtó nyitva volt. Foster arra is felhívta a figyelmet, hogy Evelynnek egész egyszerűen semmiféle oka nem lett volna arra, hogy így akarjon biztosítási pénzhez jutni. Jól álltak anyagilag, a lány taxis vállalkozása is jól működött, így a biztosítási csalás elmélet egyszerűen nem állja meg a helyét. Azonban hiába volt minden, a Foster család segélykiáltásai süket fülekre találtak. A hatóságok nyitva hagyták Evelyn aktáját, és immel ámmal végeztek még nyomozást az ügyben, ám mivel megvoltak arról győződve, hogy biztosítási csalás történt, így nem sok lépést tettek annak érdekében, hogy megpróbálják megtalálni az Evelyn Foster által emlegetett zakós gyilkost. Így a Wolfs neki rejtély hamarosan lekerült az újságok címlapjairól. Egyre kevesebb cikk számolt be róla, és a taxis lány esete szép lassan elfelejtődött, csak a Foster család és az Adderburnben élő emberek emlékezetében maradt meg a szerencsétlen, halára égett lány emléke. Annak az éjszakának az emléke máig a fejünkben él, nyilatkozta egy ízben neveli édesapja, Gigi Foster. A fájdalom most is ugyanolyan szörnyű, mint akkor. Ám volt még rajtuk kívül más valaki is, aki nem felejtette el a Wolfsnek kirejtét. Egy írónő, aki egy időben szinte megszállottjává vált az esetnek, és rengeteget kutatott az ügyben, 2017-ben a nyilvánosság elé állt, és azt állította, 86 év elteltével neki sikerült megoldania Evelyn Foster meggyilkolásának rejtélyét. Diane Jones egy devoni író, aki Angliában igen ismerté vált szépirodalmi és bűnügyi témájú könyveivel, a hölgy több művét is lefordították Japánra és Németre is, és az Egyesült Államokban sem ismeretlen a neve. Diane minden oknyomozói munkáját rengeteg kutatás előzi meg, a 2010-es évek elején határozott úgy, hogy utána jár annak, mi is történhetett Evelyn Fosterrel 1931 január 6-án. Archív nyomozati anyagokat, vallomásokat tanulmányozott át, elolvasta a halotti jegyzőkönyvet is, és ellátogatott Addernburnbe, hogy személyesen tekinthesse meg a helyszínt. Hosszú évek kutató munkájának eredménye lett a 2017 májusában megjelenő dokumentumkönyve a Defet Wolfsnek The Killing of Evelyn Foster című alkotás, amelyben Diane megosztotta nyomozásának eredményeit a nagyérteművel, és az írónő egyértelműen állítja, hogy gyilkosság történt, sőt, azt is sejteni véli, ki lehetett az elkövető. Diane Jones elmondta: Azért vágott bele a nyomozásba, mert amikor először hallott az ügyről, gyanúsnak találta, hogy a vallomások alapján az időpontok több esetben nem egyeznek. Azt is különösnek vélte, hogy a rendőrség szinte kétségbe esetten minél hamarabb le akarta zárni az ügyet. Vajon miért? Nos, Diane nyomozása során állítása szerint mindenre megtalálta a válaszokat. A hölgy a helyszínt és a környező településeket bejárva, a vallomásokat összeegyeztetve rájött, hogy azon a január 6-ai estén volt egy körülbelül 10 perces időintervallum, ami egész egyszerűen nem szerepel a nyomozati anyagokban. Diane biztos volt abban, hogy ez alatt az idő alatt vette fel Evelyn Elisóban a tweedzakós férfit, majd hajtott el vele Pantolent felé, és ekkor történt a gyilkosság is. Tehát a tanúk valóban láthatták Evelint egyedül a taxiban, de az azelőtt volt volt, hogy felvette volna későbbi gyilkosát az elisói hotel előtt. Nyomozása során Diane rájött, hogy az sem volt igaz, hogy soha senki sem számolt be az Evelyn által leírt külsejű férfiról a környéken. Ugyanis valójában egy elisói férfi beszámolt arról, hogy látott egy tweed zakót, kabátot, kalapot, kesztyűt, sálat viselő férfit áldogálni 1931. január 6-án este fél nyolc körül a Percy Arms hotel előtt. Azonban James Fullerton kapitány egész egyszerűen nem vette figyelembe ezt a vallomást. És hogy a hotel személyzete miért nem emlékezett egy ilyen öltözetű férfira? Nos, valójában nem tudjuk, az ismeretlen férfi valóban megszállta a hotelban, ahogy Evelynnek állította. Evelyn mindkét alkalommal a hotel előtt találkozott vele, az pedig, hogy valaki egy hotel előtt ácsorog, nem jelenti azt, hogy ott is szállt meg. Így a rendőrök hiába kérdezték ki a hotelben dolgozókat, azok joggal mondhatták, hogy náluk bizony ilyen személyleírású férfi nem tartózkodott a szóban forgó időpontban. a nyomozati anyagokat végigolvasva egyértelműen megállapította, hogy egy ember gyalogosan elhagyta Evelyn lángoló kocsiját és Newcastle felé tartott, azonban ahogy említettem, a rendőrök nem vizsgálták meg a kiégett kocsi körül felfedezhető lábnyomokat. Diane Jones élesen bírálta a nyomozást vezető rendőrtisztet is James fuller Kiderítette, hogy a férfi már nagyon idős volt, a módszerei elavultak, ráadásul nem volt hivatalos rendőri végzettsége sem. Az Evelyn foster ügy után egy évvel nyugdíjba is vonult. Fullertönről már akkoriban is születtek olyan cikkek, illetve szóbeszédek, amelyek arról szóltak, hogy a férfi alkalmatlan a feladatára és a pozíciójára. Az írónő szerint a hanyag az is hozzájárult, hogy Evelyn Foster nőként nem úgy élt, ahogy azt a kor akkori társadalmának nagy része elvárta volna tőle. 28 évesen még nem házasodott meg, nem szült gyereket, emellett pedig egy saját taxis vállalkozást vezetett, ami felháborította a régi módi gondolkodású embereket, köztük James Fullerton kapitányt is. Evelyn Fostert amolyan lázadó rossz gondolták életmódja miatt, ezért a hatóságok érzelmi alapon döntöttek úgy, hogy ne fogják törni magukat egy aprólékos nyomozás keretein belül, hanem kényelmesebb volt felállítani a teljesen légből kapott biztosítási csalás elméletet. De hanyagok voltak a patológusok, korboncnokok is, hiszen Evelyn testének nagy része megégett, így nem meglepő, ha nem találtak zúzódásokat a testén, hiszen a halotti jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a lány testének több területén a húsa és a csontjai is kilátszottak a súlyos égési sebeknek köszönhetően. Nagy a valószínűsége, hogyha a rendőrök nyitottabbak lettek volna, ha tényleg normális munkát végeztek volna, akkor talán sikerült volna Evelyn gyilkosát elfogniuk. Egy korlátolt rendőrkapitány, egy idézőjeles nyomozás alkalmatlan rendőrökkel, és a kor szexizmusa mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy kegyetlen nemi erőszaktevő gyilkos büntetlenül megúszta Evelyn Foster meggyilkolását és taxiának felgyújtását. Felmerül a kérdés, volt-e egyáltalán bármiféle gyanúsított az ügyben? Diane Jones szerint igen, és ő tudni véli, ki lehetett Evelyn gyilkosa. 1933-ban, két évvel később egy újabb gyilkossági ügy keltette fel a közvélemény figyelmét, ezúttal az angliai Yorkshire-ben, amikor egy Ernest Brown nevű 35 éves férfi agyonlőtte a 28 éves Frederick Ellison morton a Tautonban található Sexton Grange Farmon, majd a holttestet az áldozat autójába helyezte és felgyújtotta a gépjárművet. Ernest Brown munkásként dolgozott Morton farmján, ám hogy, hogy nem, viszonyba bonyolódott munkadójának feleségével, doroti Mortonnal. A bűnös viszonyra hamarosan rájött a férj is, aki természetesen azonnal számon kérte Ernestet, ezután dulakodni kezdtek, majd a számon kért szerető aljas módon egy puskával melkason lőtte Mortont, majd a testét Morton gépkocsiába helyezte, és az egészet felgyújtotta. Örnesztet azonnal letartóztatták, és rövid tárgyalás során akasztás általi halára ítélték. És most jön egy érdekes momentum a történetben. A Líci Ármli börtönben 1934. február 6-án az ítélet végrehajtásra is került. A kivégzés előtt egy lelkész így szólt Ernesthez, akinek a nyakára a hóhér ekkor már rádobta a kötelet. Ezt a néhány utolsó pillanatot itt a földön fel kell használnod arra, hogy megvalt bűneidet és békét kös Istennel. A beszámolók szerint ekkor Ernest Brown egyetlen szót mondott. Adörbön. A következő másodpercben pedig a kötél megfeszült a nyakán, és a férfi néhány perc múlva élettelenül lógott az akasztófán. Az, hogy Ernest halála előtt Adderburn település nevét emlegette, sok mindenkinek szöget ütött a fejébe. Vajon a férfi ezzel Aderburn városára utalt, és az 1931-ben meggyilkolt Evelyn esetére? Vajon Ernest Brown lehetett a tweedzakós férfi Evelyn Foster gyilkosa? Ahogy említettem, Evelyn azt állította halálos ágyán, hogy támadója tájszájndi akcentussal beszélt. Nos, Ernest Brownnak ilyen akcentusa volt, ugyanis a férfi Anglia Tyneside régiójából származott. Ráadásul Evelyn személy leírása szinte szóról szóra passzolt Ernestre, ráadásul a férfi gyakran hordott olyan kerek kalapot, amilyet Evelyn szerint támadója is viselt. Lehetséges, hogy Ernest Brown egy szexuális ragadozó volt, aki kévágyból támadta meg Evelint, majd a nyomokat eltüntetve felgyújtotta a taxit úgy, ahogy azt két évvel később szeretőjének a férjének az autójával tette. És élete utolsó másodperceiben azzal, hogy Adderburn város nevét emlegette, arra utalt, hogy ő a megoldatlan gyilkosság elkövetője. A helyzet az, hogy ezt nagy valószínűséggel már nem tudjuk meg, ugyanis sosem sikerült kapcsolatot találni Ernest Brown és az Evelyn Foster ügy között. Egyszerűen semmiféle bizonyíték sincs arra nézve, hogy Ernest ölte volna meg a taxis lányt. Diane Jones megnevezett egy másik gyanúsítottat is. Nyomozása során megállapította, hogy az a tweed zakós férfi, aki a gyilkosság estéjén a Percy Arms Hotel előtt várakozott, és egy szemtanú fel is figyelt rá, egy meg nem nevezett katona volt, akit később nők ellen elkövetett szexuális zaklatás és bántalmazás miatt négy évre börtönbe zártak. Diane úgy gondolja, ezt a vallomást azért hagyták figyelmen kívül a rendőrök, és azért nem nyomoztak alaposabban a férfi után, mert hatósági személy volt. Lehetséges, hogy ez az ismeretlen katona volt Evelyn Foster gyilkosa. A választ csak Evelyn és a rejtélyes férfi tudja. Esetleg szeretője férjének gyilkosa az 1934-ben felakasztott Ernest Brown. Vérlázító és rendkívül tragikus, hogy a rendőrség ennyire dilettáns nyomozást végezzen egy olyan ügyben, amelyben egy ártatlan, talpra esett lány haláláról volt szó. Ostoba dogmák, társadalmi elvárások, egyenlőtlenség és szexizmus. Ezek a dolgok közvetetten befolyásolták az ügyet, egy aljas gyilkos pedig kicsúszott a hatóságok karmai közül. Egészen hihetetlen, hogy 86 évvel később egy írónak kell a saját szakállára nyomozásba kezdenie egy gyilkossági ügyben, mert a rendőrség tagjai, akik elvileg a törvényt szolgálják és ezért kapják a fizetésüket, egész egyszerűen alkalmatlanok voltak a feladatukra, vagy csak szimplán lusták voltak ahhoz, hogy normálisan elvégezzék a munkájukat. Nem is tudom, melyik eshetőség rémisztőbb. Evelyn Foster halála Northumberland egyik legrégebbi megoldatlan bűnesete maradt. Ki lehetett a gyilkos? Talán Ernest Brown, az ismeretlen katona? Vagy valaki egészen más? A titkot egyelőre homály fedi. Ugyanolyan homály, amely azoknak a rendőröknek az agyát lepte el, akik 1931. január 7-én nyomozni kezdtek a Wolfsnecki rejtély felderítésén. Hála Fullertonnek és dilettáns csapatának a rejtély Rejté maradt. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról és Evelyn Foster történetéről? Elméleteiteket, gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövessd be a J.V. Cooper Facebook és Instagram oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, illetve egyéb érdekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. A következő videó a jövő héten érkezik, melynek témája egy pilóta rejtélyes eltűnése. Köszönöm a figyelmet, szép napot, sziasztok!